A Bonyhádi Malom óvoda jeles intézménye a városnak, éppen ezért is szükséges épületének felújítása, hiszen a környék egyik legnevesebb óvodájáról van szó. A teljes infrastruktúrális felújítás valósul meg, külső-belső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, szobák felújítása, eszközbeszerzésre is lesz lehetőség, és ami talán a legfontosabb, egy teljesen új épületrész kerül hozzáépítésre, és egy 100 négyzetméter nagyságú tornaszoba lesz a gyerekek használatára. A tervezéskor arra is ügyeltek, hogy a jelenlegi történelmi épülethez jól illeszkedjen az új rész, ne lógjon ki, ne roncs el az összképet. Jelen pillanatban már folyik a feltételes közbeszerzési eljárás, ennek a lezárulta után, amilyen gyorsan lehet, nyilván megpróbáljuk megkezdeni a beruházás kivitelezését, egyrészt azért, hogy minél hamarabb készen álljon, másrészt, mert mindenki tudja, hogy az építőanyag, az építőipar is állandóan változik, reményeink szerint még idén megkezdődhet a felújítás. Megújulnak továbbá a csoportszobák és a melegítő konyha. Udvarrendezést és eszközbeszerzést is lehetővé tesz a pályázat. A következő időszakban tehát új és modern, de stílusában önazonos épületbe térhetnek be az ovisok.